Dr. Gelencsér András rektor és Parga Gyula polgármester készfogással köszöntötték az új évi fogadásra érkezőket. A vendégek a veszprémi fiatalokból álló Time Out Duo zenei aláfestése mellett beszélgethettek. Az idei díszvendég a veszprémi származású M. Tóth Géza, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora volt. A Maestro című animációs kisfilmjével Oscar jelölést is szerzett animációs rendező, ünnepi beszédének fő gondolata az volt, hogy az előző évi számadást követően két okból érdemes tiszta lapot nyitni. Egyrészt azért, hogy az előző évi hibáinkon túllendüljünk, másrészt azért, hogy folytathassuk a már megkezdett munkát egy további fejezettel. Valamennyire a szakmám felől közelítve ezt a kettősséget, azt is mondhatnám, hogy miközben a nagyvilág legjelentősebbnek ítélt eseményeiről tudósító országos tévécsatorna szerkesztőségének naponta újra kellett tervezni az előre elképzelt adásmenetet, a veszprémi eseményekről tudósító helyi hírműsorok szerkesztői egész évben biztonsággal támaszkodhattak az év elején megalkotott programtervre. Azt persze még nem tudhattuk, hogy éppen Emily Sandé, Misha Majszki vagy a Cool and the Gang fog nálunk fellépni, de abban biztosak lehettünk, hogy 2015 Veszprémi Fesztivál nyarára is bőven kapunk igazi kulturális csemegéket. Nem tudhattuk azt sem, hogy a BL-ben egészen az ezüstéremig fog majd menni a kézilabda csapat, és hogy a hazai bajnokságot és a kupát megint megnyeri, de biztosak lehettünk benne, hogy minden meccs újra nagy élmény lesz az arénában. A szülőváros kifejezés számomra nem csak egy földrajzilag meghatározható pontot jelent, hanem egy olyan viszonyt, amelyben valóban úgy tekintek városomra, mint szülőmre. Van édesanya, van édesapa és van édes Veszprém. Belőle is származom, az ő vonásait is örököltem, tud rólam, elenged, de hazavár, állandó forrása volt és marad annak, hogy magamat újra meg újra összerakjam, hogy önmagamra találjak. A KEDD animációs stúdiót is vezető, Balázs Béla Díjas rendező az aulához való kötődéséről is beszélt híradónknak. Veszprémiként az aulában állni tulajdonképpen azt jelenti, hogy a folytonosság érzését éli meg az ember. Tényleg itt nőttem föl. Tehát egészen kicsi gyerekkorom óta jártam ide koncertekre, először szüleimmel, aztán barátokkal. Emlékem van arról, hogy hogyan hűsíti az ember az arcát ezeken a karzaton lévő vasakon, ahogy oda nyomja a fejét, hogy hallja a zenét és lássa mindenkit. Érzem az orromban a vegyszer szagot, ahogy a folyosokról beárad, ugye ez akkor még vegyipari egyetem volt, most leellenőriztem, még mindig van abból a jóféle vegyszer szakból. Ugye én muzsikáltam is, meg énekeltem is, tehát nagyon sokszor föl is léptünk, tehát egyszerre ismerem azt, hogy milyen itt közönségnek lenni, és milyen itt előadónak lenni. Most egyszerre lehettem közönség is, és előadó is. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Tulajdonképpen ez nekem a folytonosságot, az állandóságot jelenti. Nem csak az aula, hanem maga Veszprém is. Az új évköszöntő kocintás után Porga Gyula polgármestert kérdeztük 2016-os várakozásairól. Én bízom benne, hogy ugyanolyan mozgalmas, illetve ugyanolyan sikeres esztendő előtt állunk, mint amit magunk mögött hagytunk, hiszen nagyon sok minden történt 2015-ben Veszprémben. Hál' Istennek nagyon sok szép sikert értek el az egyesületeink, maga a város is. 16-os esztendőben szintén megvan a lehetőségünk, hogy egy erős összefogással, együttműködéssel, egymásra figyeléssel ugyanolyan sikeresek legyünk, illetve veszprémi polgármesterként szerintem az fontos elmondanom, hogy nem elég az, hogy ugyanolyan sikeresek legyünk, mint 15-ben voltunk, hanem mindig hozzá kell tenni valamit, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy 2016 még mozgalmasabb és még sikeresebb lesz Veszprém életében, még jobban tudunk egy kicsit erős közösségként megjelenni 16-ban, mint 15-ben. Az egyetemi együttműködésben ugye új rektor van, az első szimbolikus közös eseményünk az a mostani volt tulajdonképpen. Én nagyon bízom benne, hogy az egyetemben ugyanaz a közös gondolkodás, amit évekkel ezelőtt elkezdtük, az erősödni fog, hiszen nagyon fontos időszak áll előttünk, hiszen a 11,5 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt kell nagyon hatékonyan elköltenünk itt Veszprémben. Nagyon fontos az, hogy ennek a
pénznek jelentős része a gazdaságban, tehát kézzelfogható tényleges haszna legyen ezeknek a forrásoknak a felhasználásának. Ehhez viszont nagyon óriási szüksége van Veszprémnek, meg a gazdasági környezetünknek is az egyetemmel való közös együtt munkálkodásra, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ténylegesen egy gyümölcsöző, kézzelfogható eredményeket fog tudni ez az együttműködés, vagy ez a kapcsolatrendszer. A Pannon Egyetem rektora nehéz 2016-os évre számít. 2016-ban nem lesz könnyű évünk. 2015-tel lezárultak azok a pályázatok, amelyekben az egyetem a gazdasági szereplőkkel együtt jelentős forrásokat tudott a működésébe bevonni. Most egy új pályázati ciklus kezdődik, amely 2020-ig tart. Itt különösen nagy jelentősége van a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatoknak. Ezek a kapcsolatok hagyományosan jók a Pannon Egyetemen, hiszen hosszú évek óta, mondhatni évtizedek óta nagyon komoly szakmai együttműködést folytatunk gazdasági szereplőkkel. 2016-ban azt várjuk, hogy ezek a kapcsolatok erősödjenek, a gazdasági szereplőkkel közös pályázataink sikeresek legyenek, és ezzel az intézményt egy olyan növekedési pályára tudjuk állítani, amellyel hosszú évekig biztosítjuk a stabilitását. A fogadáson a Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar lépett fel Demelesz tervezényletével. A két szólóhegedűs Józsa Dalma és Alföldi Nelli volt. Hát én mindig izgulni szoktam, de mostanában egyre kevésbé, úgyhogy jó volt. Hát zenekarban könnyebb, ott azért kevésbé izgul az ember, de szóló az azért, ott van felelősség.